A PayPass a bankkártyák új generációját képviseli, a hagyományos bankkártyákkal szemben gyorsabb vásárlást tesz lehetővé. A PayPass funkcióval ellátott kártyákat kifejezetten a kis összegű vásárlások egyszerű lebonyolítására találták ki, hiszen 5000 forint alatt a kártya nem kér PIN kódot. Egyszerűen csak érinteni kell és kész. De nem veszíti el hagyományos funkcióját, így a normál elfogadó helyeken is gond nélkül lehet velük fizetni. A PPASZ funkciót azért tudjuk javasolni, és azért jó kedvet az ügyfelek által, mert nem kerül ki vásárlás során a kezünkből maga a bankkártya. A bankkártya végig a szemünk előtt van, csak egy érintése, csak elhúzza az ügyfél gyakorlatilag, illetve az elfogadó elhúzza a terminál előtt, és így megtörténik a vásárlás. 5000 forint alatt nem kér semmiféle azonosítót, 5000 forint pedig már a bankkártya biztonsági kódját, PIN kódját kéri az elfogadó hely. A szakember hozzátette, valamennyi banknál, pénzintézetnél vannak olyan számlacsomagok, ahol p kártya jár az ügyfélnek, de az nem automatikus. Ez úgy működik, hogy az ügyfél igény szerint igényelheti, tehát nem automatikusan kap a klasszikus metszett dombonyomot, vagy klasszikus felhasználású bankkártya helyett p kártyát. Igényelheti az ügyfél, de hogyha klasszikus kártyája volt, akkor klasszikus kártya fog megújulni a lejáratkor. Amennyiben érvényes a kártya, az ügyfél, hogyha mégis PPASZ technikára szeretne áttérni, vagy nem elégedett a PPASZ technikával, akkor bármikor módosítható a bankkártyának a formája, a típusa. Sokan nem mernek pépasszos kártyát használni, a félelem alapja legtöbbször, hogy az érintéses fizetés vonzó lehet a tolvajoknak. Azt javasolják, a PIN kódot soha ne tartsuk a kártya mellett, valamint érdemes a kártya használatról SMS szolgáltatást kérni. Amennyiben elhagytuk vagy ellopták bankkártyánkat, jelezzük az ügyfélszolgálaton és a pénzintézet azonnal letiltja a kártyát.